Az adóhatóság és a rendőrség is részt vett azon a zárkörű kerekasztal beszélgetésen, amelyen a nyíregyházi állatvédő szervezetekkel egyeztettek. A területért felelős miniszteri biztos országjáró sorozatának célja, hogy felmérjék az adott térség állatvédelmi problémáit és a helyi szervezetekkel közös megoldást találjanak ezekre. Ovádi Péter az eseményt követő sajtótájékoztatón elmondta, vidéken mások a napi problémák, mint például Budapesten. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében jól áll az állatvédelem, és nagyon sokan vannak, akik tenni akarnak érte, és azt látom, hogy a hatóság is, illetve a civil szervezetek együtt szeretnének működni, és nagyon sok pozitív tapasztalat van már az ő együttműködésük kapcsán. És természetesen a megye adottságából az is adódik, ugye, hogy egy nagy megyéről beszélünk, tehát sok az esetszám, és sokkal is kell foglalkozni, de azt látom, hogy a hatóság felkészült, és megvannak azok az együttműködési pontok, ahol sok mindenben tudnak számítani egymásra. Ez is nagyon fontos, hogy közös ügyünk legyen. Ennek érdekében új pályázati rendszert vezetnének be az állatvédelmi szervezetek számára. Ezt a Nemzeti Állatvédelmi Program tartalmazza majd a rövid, közép és hosszú távú stratégiai tervek között. A térség országgyűlési képviselője elmondta, egy tavaly decemberi egyedi döntés alapján Tiszavasváriban ebrendészeti telepet nyitnak. Nem csak Tiszavasváriban probléma, hanem Tiszadadán, Tiszaeszláron, Tiszadobon a környéken is a kóborállatok nagy száma, hogy egy ilyen gyepmesteri telepet létrehozunk ebben az évben, vagy legkésőbb 2022-ben, tehát a megvalósulás nem sokára el fog indulni, és ezzel javítjuk abban a térségben az állatvédelem ügyét, mert a magyarok állatszeretőek, az állatvédelmet kiemelt helyen kell kezelni. A nyíregyházi gyepmesteri telepen 108 férőhely van, innen tavaly közel 300 kutya talált gazdára. Emellett 6 másik ebrendészeti telep is működik a megyében, valamint az Állatbarát Alapítvány. Utóbbi munkáját az 1%-os felajánlások mellett az önkormányzat is igyekszik segíteni. Itt beszélgetve a két civil szervezet vezetőjével, pontosan az egyik az Állatbarát Alapítványnak volt a vezetője, megállapodtunk abban, hogy majd leülünk egymással egy kicsit beszélgetni, hogy lássuk át jobban ezt a problémát, ami azért az ő munkájukat körbenveszi, és utána, hogyha elmúlik a pandémia, nyilvánvalóan akkor kezdjünk el egy közös gondolkodás, egy közös munkát, hogyha lesz egy törvény és lesz egy cél, amit el kell majd érni, hogy abban Nyíregyháza hogyan tud a legjobban bekapcsolódni. A közel 3 órás egyeztetés után az állatvédelmi szervezetek képviselői elmondták, örülnek, hogy elindultak a tárgyalások, bizakodóak, bár úgy gondolják, még nagyon sok munka áll a hatékony szabályozások bevezetése és a kézzel fogható lépések megvalósítása előtt.